Az 5 évenkénti európai parlamenti választásokat idén május 26-án vasárnap tartották. Az ezt megelőző több hónapos kampány során a pártok megpróbáltak minden lehetséges módon eljutni az emberekhez és tájékoztatni őket arról, hogy miről is szól ez a választás. Ezt mindenki másképp értelmezte, abban azonban egyetértettek, hatalmas a tét. Valóban nagy a tétje, hiszen az elmúlt 5 évben azt láttuk, hogy a bevándorlást pártoló erők vannak az Európai Uniós intézmények élén, akik lerombolják és szemünk láttára rombolják le az európai keresztény értékeket, az európai társadalmat másodrangúvá helyezik, másodrangúvá degradálják, és elsősorban a kívülről jöttek a bevándorlók jogaival, jólétével foglalkoznak. Ezt Nyugat-Európa számtalan országában tapasztaltuk, így Belgiumban, Brüsszelben is. A megyei közgyűlés elnöke is leadta szavazatát, mert úgy gondolta, nem egyszerű politikai kérdésről kell dönteni, hanem Európa következő évszázadairól. A birodalmak általában szétesnek néhány évtized után, a nemzetállamok viszont tartós jelenségek. Hozzátartoznak Európa múltjához, Európa identitásához, tehát úgy vagyunk jó európaiak, hogyha jó magyarok vagyunk, és meg kell őriznünk a magyarságunkat. Sajnos a bevándorlók, a bevándorlók tömeges befogadása azt a veszélyt jelenti előre, azt a veszélyt jelzi előre, hogy feloldódunk egyfajta multikulturális masszába. Meggyőződésem szerint, hogy nem ezt akarjuk, és ezért aztán talán többen, reményeim szerint többen eljönnek most szavazni, mint ezelőtt 5 évvel. Akkor alig 29% volt a részvételi arány, most vasárnap azonban minden eddiginél nagyobb, több mint 43% volt a választási részvétel. Ez több mint 3.430.000 érvényes szavazatot jelent. Megyénkben a közel 450.000 névjegyzékben szereplő választó polgárból több mint 170.000-en adták le voksukat. Ez valamivel több, mint 38%-os részvételi arányt jelent. Az érvényes szavazatok több, mint 60%-át a Fidesz-KDNP szerezte meg. Én úgy gondolom, minden idősebb, fiatalabb korosztálynak megvan az a lehetősége, hogy lépjünk annak irányába, hogy az otthonunk, a hazánk és a saját jövőnk érdekébe tegyünk. Én úgy érzem, hogy megtesszük a megfelelő lépést, és igyekszünk a továbbiakban is ezt az utat járni. Az országnak elég gondjai vannak, és rengeteg ember van, akinek a gondjaival nekünk meg kell küzdeni. Most még a nyakunkba venni az országnak ezt a hatalmas problémát. Bármennyire is emberekről van szó, én úgy gondolom, hogy mindenkinek odahaza a saját országában kellene maradni, és a saját országában kellene szavazni. A Fidesz-KDNP-re országosan közel 2 millióan szavaztak. Ezzel a több mint 52%-os érvényes szavazattal az összesen kiosztható 21 európai parlamenti mandátumból 13-at a párt szerzett meg. A DK 4, a Momentum 2, az MSZP Párbeszéd és a Jobbik egy-egy fővel képviselheti Magyarországot Brüsszelben. Nem jutott be a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, az LMP és a Munkáspárt sem. A Fidesz ezekkel az adatokkal a 15 legerősebb párt között lesz az Európai Parlamentben a következő 5 évben.